Szervusztok, Péter vagyok. Hát újra itt a YouTube-on. Fura. Mint amikor egy nagyon hosszú nyaralásról érsz haza, és így szoknod kell a helyet, ahol laksz. Igen, eddig a Spotify-on és az Apple Music-on nyaraltam, ugyanis december 6-án kijött az első önálló nagylemezem. Hogyha szereted a metalt, akkor csekkold. Szóval nem haltam meg, nem vonultam vissza, itt vagyok, folytatjuk tovább ott, ahol abba hagytuk. Annyi különbséggel, hogy én most iszom. Na nem akármit, öcsi! Ugyanis az első lemezemmel együtt megjelent a saját söröm is. És ahogy egy bölcsember mondta... Igyál, geci! Bazd meg, de jó vagy! Vajon a saját termékem reklámozásánál jelezni kell, hogy a szponzorált tartalom? Saját magam szponzorálom magammal. Magamnak fizettem, hogy reklámozzam magam. Szarokra. Dekáció! Minden azért ide basszom, nehogy szó érje a ház elejét. Szponzorált tartalom! Leírásban a linkre kattintva tudsz rendelni, hogy velem együtt ihasd ezt a remeklét. Na de, ha már szóba jött ez a két cucc. Hát történtek itt csodák, amik mellett nem tudok elmenni szó nélkül. Érkeztek kritikák a lemezről, ami egyébként tök jó, csak ezek a kritikák akkor érkeztek, amikor még nem volt lemez. Tehát még nem jelent meg. Az időutazás egy fantasztikus dolog, igazán megoszthatnák velem is ezt a technológiát. Nagyon szívesen visszamennék az időben, hogy szóljak az akkori önmagamnak, hogy tanuljál bazd meg, jó lesz az orvos, és semmiképpen se vide hozzá. Mert különben a jövőben frusztrált, idegbeteg, időutazó emberek üzeneteit olvasgathatod. Mi? Bocsában bújtam. Szóval, ima az első kritika, ami a lemez megjelenés előtt 2 hónappal érkezett. Oké? Okay? Tehát még én sem hallottam a lemezt. Na meghallgattam a lemezet, fattyúrat is. Hát mit mondjak a kurva anyád? Gyászos vagy, tanulj meg zenélni, mert ezt kiszopom magamból 10 perc alatt, nagy cső! Ó, és van egy utóirat is. Szopódj ki! Igen, ez jó, hogy hozzátettem, mert így teljes a kép. Így már összeálltak a legók, és a nagy egésznek végül is így lett értelme. Áj, mit mondjak, László? Köszönöm a kritikát, de mindenképp javaslom, hogy hallgass meg a megjelent lemezt is. Tehát ne abból indulj ki, ami még nem jelent meg, mert az nem jó alap az igazán jó zene élményhez. Hiszen, hogyha nem hallasz semmit, akkor nincs semmi. Ja. Radics Péter 2023. Ezek rendesen megéreztem. Alulirat Péter, hello, Mark vagyok, kóstoltam a söröret, vannak vele bajaim, például, hogy miért ilyen fos, olyan, mint te, egy fos, oké? A CD lemezedet meg eltöröm. Hát onnantól kezdve, hogy megveszed velem, azt csinálsz vele, amit akarsz. Viszont a sörömet ezt nagyon nehezen kóstolhattad, hiszen amikor írtál, akkor még csak bejelentettem, hogy lesz. Tehát még úgy nem volt. Viszont ezúttal is köszönöm a szavaidat. Bár nem örülök, hogy egy székletípussal azonosítasz, elfogadom a véleményedet, hiszen emberek vagyunk, és az ízlés az szubjektív. Csak annyi javaslatot engedj meg, kérlek, hogy legközelebb várd meg, amíg megjelenik a sör, és csak utána kóstold meg. De ez csak egy tanács. Tehát más folyékony dolgokért én nem vállalok felelősséget. Remélem, ez érthető. Hogy most nézem, hogy azt írtad, hogy alulirat Péter. De bírósági levelekben. Ez az új vezeték neve? De miért? Bár nincs bajom a Radicssal sem, de tény, hogy az, hogy alulirat Péter, ez sokkal jobban hangzik. Olyan hivatalos, nem? Jó napot, alulírott Péter vagyok. Ez jó, ez lopom, tesó. Na csá, Radics! Nem, alulírott. Nem Radics. Jó van, persze nem haragszom, ezt még azért szokni kell. Érdekel, hogy mi az anyádból van neked pénzed arra, hogy lemezeket dobálják ki, meg söröket csinálják. Remélem, az a tisztában vagy, hogy adózni is kell, kacsintós fej. Az ilyen ingyen élők általában nem adóznak, azt hiszik, övé kell a világ, aztán koppannak, mikor a nap odamegy megkérdezni, hogy csá. Azt hogy lehet megkérdezni, hogy csá? Köszönéskor szokták alkalmazni ezt a szót, ha jól tudom. Csá? Csá. Jó. Oké. Okay. Gondoltam, szállok, hogy csináljad rendesen, mert baj lesz. Annyira örülök, hogy szóltál, Lajos. Az előbb a jogászom is, meg a könyvelőm is az arcához kapott, hogy te jó ég. Ha Lajos szólt, akkor a NAV is fog szólni, bazd meg! Biztos, hogy adózunk, bazd meg! Sejtettük meg könyvelővel, hogy van oka, amiért mi együtt dolgozunk, de most végre tiszta lett. Szóval köszönjük, Lajos. Innentől megpróbálunk adózni. Csak még utána kell nézni, hogy mi az. Ez a rész ennyi lett volna, de a témával még mindenképpen fogunk foglalkozni. Annyi lesz a különbség, hogy a következő videóban a lemez megjelenés utáni kritikák jönnek. De ott a betegek. Tényleg betegek. Komolyan mondom. Hamarosan találkozunk. Addig rendeljetek sört, pólót, pulcsit, hallgassátok meg a lemezt, írjátok le a véleményeteket, aztán remélhetőleg januárban jön a CD és a bakelit verzió is, vagy
vinil. Szóval hamarosan találkozunk. Addig is metal. Bazd meg, rendesben vagyok, baszva. Ej. Much fun playing with you. I make you believe you're dying. Your voice is sky high. Check your blood pressure, buddy.